ismerősök is, hogy megtudták, hogy Ilus nem olyan, hogy egy kicsit fogyatékos. Még talán jobban szeretik. Nincs. Ha egészséges lenne. Mondjuk kaptam már mostanában olyat, hogy miért nem adom be intézetbe, és akkor én is nyugodtan tudnék menni dolgozni. De mondom, az ember a saját gyerekét azért nem adja be. Na figyelj, úgy. Na elengedlek. Elengedtelek? Elengedtelek, nem foglak. Kapaszkodj. Na. De elengedlek, elesel. Akkor kapaszkodj így két kézen, csak itt úgy. Ott. Nem foglak, elengedtelek. Magyarországon legalább 100 000 családban él értelmi fogyatékos, autista vagy halmozottan fogyatékos személy. A családoknak sok esetben az elszegényedés és a fogyatékos családtag intézetbe adása között kell választaniuk. Ő már így született, hogy a hasamba nem kapott oxigént. És neki az agyának azt a részét érte az oxigén hiány, ami a mozgásért felelős. Abban biztatnak bennünket, ám mondjuk még minden kis javulásnak örülünk, akármit megcsinál, hogy fog tudni valamikor járni, de hogy annak mennyi idő kell, azt nem tudom, mert a csípőben az idegizom, ami gyenge, és akkor nem tudja magát úgy tartani. Ugye Máté egészségesen született, egy éves koráig egészséges volt, még orvosos se voltam vele, akkor kaptunk egy hányás hasmenést, és azzal kerültünk be a József András kórházba, ahol úgy utána tisztázatlan okokból eddig nem tudjuk, még most a mai napig se tudom, hogy mi történt vele, és azóta sajnos így van, nem tud ülni, beszélni, menni, pellenkázni kell, etetni kell, 24 órás felügyeletet igényel. Át kellett menni szinte az ő világába, mert ugye egy ilyen autista gyerek az öntörvényű. Amit megszok, az attól nem távolodik. Hogyha menjünk a buszmegállóba, akkor csak ott abban a buszmegállóban állhatunk, máshol nem. Önálló nagyon szeret lenni, amúgy nagyon aranyos, mert azt mondták, hogy könnyen fejleszthető gyermek, de viszont vannak olyan napok, mikor sajnos rájön így a nem akarom dolog, és akkor le kell fogni, fél óráig tart, egy óra hosszáig, nehéz. Ideg alapon egy szülőnek nehéz. Egy értelmes, mert úgy, hogy mi tudjuk, hogy nem most mit mond, vagy mit akar, mi a kérése. Van vele foglalkozva, mert szóval látszik rajta, hogy nem egy, csak az, hogy na, oda beültetem a kocsiba, és akkor na, egész nap te ott vagy. Mert azokon a gyerekeken sajnos látszik. Az nem mosolyog az a gyerek, az nem igényeli azt, hogy na, most kivigyék. Hát én csak annyit mondok neki, hogy Máté, megyünk autó, keze lába jár. Beszélgetünk a szülőkkel és a családokkal, és megkérdezzük, hogy mik a legnagyobb problémájuk. Egészen megdöbbentő, hogy a lista elején a szegénység van. Enni! Mondom, Ilusnak van mit, az biztos, ő az első. Azért az az egy kis kenyér azért csak kikerül, de nehéz. Nagyon fillérrel még 10 forint is számít, hogy az ember hova költi. Anyagilag az, hogy tudnám neki biztosítani az, hogy ami mondjuk például, hogy nem ehet mindent. Meg tudnám venni neki a gyógyszereket. El tudnám vinni egyszer kirándulni, vagy mit nyaralni. Egy család, vagy egy szülő úgy dönt, hogy a fogyatékos gyerekét nem akarja intézetben adni, hanem felneveli, együtt akar vele élni, akkor valakinek fel kell adnia a munkáját. Ezek az emberek jó részt folyamatos felügyeletre, segítségre szorulnak, és ilyenkor a fogyatékos gyerekek édesanyja otthon marad, nem helyezkedik el, egy kereset már mindenképpen kiesik a családi kasszából. Azért se tudok elmenni, igen, mert itt nincs olyan hely, ahova el tudnám vinni, mert egyedül ez az éjfolyész van, de itt ha elviszem egy óra hosszára, kettőre hagyhatom ott, de úgy, hogy elmegyek 8 óra hosszába dolgozni, úgy nem. Takarítottam így több helyen, amit tudtam, de sajnos most 4 órába jár óvodába, és így nem tudok elmenni dolgozni. Alig, hogy beviszem, ebéd után menni kell érte. Én elvinném magammal is, hogy tudjak dolgozni. Tudnak olyan munkahelyet biztosítani nekem, ahol Mátét velem lehet, vagy itthol tudnék dolgozni, én nekem nem is kellene ápolási díj semmi se, csak akkor a munkámat fizessék meg.
A család elkezdi nevelni a gyereket. Őrületes erőfeszítések, őrületes krízishelyzet. Az az élménye a legtöbb ilyen családnak, hogy nem kap segítséget. Nem kap anyagi segítséget. Azok a támogatási formák, amikhez hozzájuthat a fogyatékos gyereket nevelő szülő vagy család, azok nehezen hozzáférhetők. Megalázó a mód, ahogyan ezt megkapja a család. Önmagában viszonylag alacsony összeget jelentenek. Nagyon sokan nem is élnek ezekkel a lehetőségekkel. Sajnos önkormányzattól nem kérhetek segítséget, ugye, mert férjemben van rendesen jelentve, meg gumigyárba dolgozik, tehát nem maszeknál dolgozik, és akkor be van 108-110 ezer forintot keres, és ugye egy forinttal is meghaladja a 27 ezer forintot az egyfőreső, úgy semmit nem. A gyereknek a könyvét ki kell fizetnem. Kapom ugye a felemelt összegű családi pótlékot, meg a gyest, de hát az még 50 ezer forint sincs. Az ápolásival együtt 60 ezer. De viszont abból mi semmit nem látunk. Mert csekekre kell költeni. Amikor a szülőket arról kérdezzük, hogy mit képzelnek el a jövőről, mi lesz a gyerekkel, hogyha ők idősebbek lesznek, esetleg már nem fognak élni, akkor ez mindig egy ilyen nagyon nehéz kérdés volt az interjúzás, a kérdezés során itt sokan kétségbe estek, sírtak. Nem tudják, mi lesz a jövő, nem tudják, mi lesz a gyerekkel. Miért nem adom be a gyermekemet intézetbe? Én azt mondtam, hogy amíg bírom, idegileg, addig csinálom. Én csak arra kérem a Jóistent, hogy bírjam felnevelni őket. Bírjam felnevelni azt, hogy mindegy, hogy, de sose kerüljenek intézetbe, vagy bárhova, nem. Az ember, hogy tudna nyugodtan lenni a saját gyereke az intézetbe, valahogy megoldjuk. Elnézést kérek, de néha azért rajtunk is kijön, mert az ember csak sajnálja, hogy ilyen a gyerek. Igen. De mindenki szereti, na. Ragaszkodunk hozzá, meg testvére is. Nagyon szeretik. Nem találnak bölcsödét, nem találnak óvodát, aztán nem találnak iskolát és semmifajta nappali elhelyezést. Egy idő után általában arra kényszerülnek a családok, a szülők, vagy kényszerülhetnek, hogy ilyen intézményekbe kerüljön elhelyezésre az ő gyermekük, vagy már felnőtt gyermekük, mert hogy fizikailag esetleg már nem bírják ápolni egy 30-40 éves felnőtt fogyatékos embernek, adott esetben 60-65-70 évesek a szülei, és már nem tudják fizikailag megoldani a gondozási, ápolási feladatokat sem. A másik probléma az szokott lenni, hogy meglennének az erőforrások, de a családi életvitelben nem tudják beilleszteni az esetleg súlyos értelmi fogyatékos szemét. Annyi mindenről kéne a családnak lemondani az eredeti élettervek közül, hogy ezt valamiért már ők nem. Azt nagyon jól tudjuk valamennyien, hogy egy ilyen személynek az otthoni ellátása az majdnem egy személynek a teljes állású elfoglaltsága. És általában a nő, és hogyha ez egy értelmiségi nő, akinek karriertervei voltak, művésztervei voltak, szakmai előrejutási tervei voltak, továbbtanulási tervei voltak, utazási tervei voltak, szórakozási tervei voltak, akkor itt nagyon sok mindenről le kell mondani. És ilyen esetben is gyakran megtörténik, hogy az illető személy, akár már gyerek is, intézetben lesz. Az intézetek olyan szociális otthonok, amelyekben átlagosan 100-130 fő él egy fedél alatt. Magyarországon legalább 15 ezer értelmi fogyatékos ember él nagy létszámú bentlakásos intézetben. Összesen 147 ilyen intézet van az országban.
Az intézeteket nagy számban még a Rákosi korszakban, az 50-es években kezdték kiépíteni. Nem csak a gyógypedagógiában volt tendencia, hogy nagy intézetben ellátást biztosítani, hanem az tulajdonképpen ez a nagy volumenű tömegtermelés, nagy szériás termelés az élet minden területén gyakoriban divat volt. Lakótelepeket építettek, a közkórházakban több tízezer beteget láttak el, a gyárak, a futószalag mellett több ezer embert foglalkoztattak. Tehát az volt a kornak a hatékonyság jelve, hogy nagy tömegű ellátás, nagy tömegű termelés, tömegtermelés. Amikor ezeket a nagy intézeteket létrehozták, akkor tudatosan is ezeket a pusztába hozták létre. Egy csomót közülük. Egyrészt ott volt hely, mert bár cégek járták az országot, elhagyott kastélyokat lefoglalták a Sziklai Bélával, meg a vadászházakat, és azt mondták, hogy fogyatékos otthonok lesznek. Másrészt azért is, mert ugye el akarták a társadalomtól szeparálni ezeket az embereket, és azt gondolták, hogy ott védettebb helyen vannak paradicsom pusztán, mint hogyha a Budapest 5. kerületben csinálunk egy lakóhatót, szóval. A gyógypedagógiai hagyomány nem csak Magyarországon, hanem Európában is egy nagyon szegregáló, nagyon specializáló hagyomány volt. A fogyatékos gyerekek iskolái legyenek külön, a fogyatékos gyerekek fejlesztő tevékenységei legyenek külön, ezek a gyerekek ne legyenek szem előtt. Ennek természetesen nem egy kirekesztő szándéka volt, hanem egy nagyon hasznosságelvű szándéka volt. A külön iskoláztatás, az intézményi ellátás egy olyan logika mentén épült fel, hogy mivel minden speciális ezeknek a gyerekeknek, vagy fiatal felnőtteknek az életében, ezért hát az erőforrásokat koncentrálni kell valahová egy helyre, mindent máshogyan kell csinálni, elképzelhetetlen volt, nem csak Magyarországon, hanem Európában is, hogy egy akár értelmi fogyatékos, de akár egy vak fiatal benn üljön az épp gyerekek között egy iskolában, és ott külön segítséggel ugyanazt az életet élje, mint az épp társai. Akkor is tudták már, amikor az intézetek létrejöttek, és később aztán ez nagyon durván kiderült, hogy ezek, ahogy a szociológia mondja, totális intézmények, totális szervezetek, ezek zárt intézmények, szigorúan szabályozott körülmények között élnek ott az emberek, ilyen nagy tömegben nem lehet máshogy élni, úgy működik, mint a vasút, úgy működik, mint a posta, nagyon szabályozott rendszer, ahol az egyéni kvalitásokra, egyéni igényekre, egyéni tulajdonságokra nem lehet a rendszer tekintettel, nem arra képes egy ilyen nagy szervezet. És azt is tudták, hogy fennáll a veszélye annak éppen a zártság következtében, hogy ezek a zárt intézmények nem csak óvni fogják az embereket a külvilágtól, hanem ugyanakkor ki is lesznek szolgáltatva azoknak az erőknek, akik bent a házban uralmi helyzetben vannak, a ott dolgozó, ellátók, ápolók, vezetők, stb. Akik a gondozottakért felelnek. 90 után felmerült a kérdés, hogy ezekben a nagy intézményekben hogyan is zajlik az élet, mi történik. Ombudsmani vizsgálatokon keresztül, a soros alapítvány vizsgálatán keresztül, mindenféle civil vizsgálódásokon keresztül, szülői felszólásokon keresztül kiderült, hogy ezek a veszélyek, amik addig is fennálltak, azok bizony továbbra is léteznek ezekben az intézményekben, és ott a bent élőknek a helyzete az rendkívül mértékben problematikus sok szempontból. Emberiességi szempontból, a végleges bezártságnak a szempontjából, egy eltorzult szocializáció szempontjából, a belső kiszolgáltatottságok szempontjából, stb. Testi és szellemi fogyatékosok egyaránt élnek itt, vannak súlyosabbak és gyengébben fogyatékosabbak, vannak, akik egészen jól kommunikálnak, és vannak, akiket egyáltalán nem lehet. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, uram! Rendben minden? Oké, örülök neki. Én 18 éve itt vagyok. 18 évvel ezelőtt, amikor én ide kerültem, ahhoz képest sokkal szabadabban élnek. Minden lakóval külön-külön meg kell találni azt az utat, ami az ő lelki világához elvész. Tehát minden lakó más. Van, aki nagyon simulékony, központban szeret lenni, van, aki egy picit távolságtartóbb. Én azt gondolom, hogy azokat is hagyni kell az ők is maga a világában. Baranyi Éva, Kolompár József és Lévai István évtizedeket töltöttek intézetben, ma Baján élnek egy kis csoportos lakóotthonban. Egy séta alkalmával ellátogattunk a Garai intézethez, ahol korábban laktak.
Szia, Attila! Mert mi már bajálakunk, én is bajálakom. Ez egy jó sztály. Amiket most csinálták, nem van elég, de ezt már újra építették. Ezt az jó sztály. De igen már nem nagyon izgat, meg így az, hogy nem is érdekel már most már minket a galintézet. Ha a szabadba kiértünk, akkor a szabadba élünk. Ha úgy akarunk, hogy dolgozni fogunk, akkor dolgozni fogunk, ameddig élünk még. Nem jártunk ki semmihol, se nem Bajára, a városba, meg minden, de lakó otthonban jó, mert otthon kijárunk ide-oda. Meg nem vagyunk bezárt helyen, de intézetben bezárt helyen voltam. Örökké csak ülni kellett, nem mehetünk ki a udvarra, se semmi. Intézetben már soha többé nem akarok visszamenni, mert intézetben már nagyon sok emlékeim voltak rajta, hogy rossz emlékeim voltak a intézetben. Nem jó. Olyan, mint a börtön lenne. Azért nem kerülnék vissza oda, soha életbe. Nekem jó a lakóton, jó nekem a lakóton. Ősz utca 15. 10 évet voltam itt a korai gyermekotthonban. Akkor még gyermekotthon néven volt ismert az otthon. 10 évig dolgoztam, és az utolsó években voltam intézetvezető főnőér. Ők annyira kiszolgáltatott emberek. Egyszer, most én próbálok egy hasonlatot mondani neked, egyszer végigmentem az egyik osztályon, és volt egy nagyon súlyos hidrokefálos kisfiú azon az osztályon, és nagyon sírt. És a nővérek ott ültek, és mondtam nekik, hogy gyerekek, nem halljátok, hogy a Norbi sír. Csak azért sír, mert meglátta a főnövért. Na jó, hát átmentem, nem néztem különösebben körül. Egy olyan 10 perc múlva visszajöttem ugyanazon a vonalon, és a Norvi továbbra sírt. És mondom, hogy azért valamit nincs rendben, gondoltam magamban, oda mentem a gyerekhez, és felemeltem a takaróját, és akkor láttam, hogy a társának az ágyemelő, tehát a fejtámla, a fej részét meg lehetett emelni, egy ilyen fejtámasz volt alatta, és a kisfiúnak a lábát rácsukták erre a fejtámára, vagy a fejtámát rácsukták a kisfiúnak a lábára, és teljesen összepréselődött az ujja, tehát a nagy ujja. Tehát ő az is sírt, mert fájdalma volt. És akkor egy pillanatra ott megálltam az ágy végébe, és azt mondtam magamban, Úristen, ez a Jézus keresztre feszítve. Tehát az a kép ugrott be, hogy olyan tehetetlen, mint szegény Jézus volt a keresztre feszítve. Hát nem volt jó, mert sok minden történt. Hát történtek olyan, hogy az egyik gyereknek betörték a fejét söprűve, meg lekötözték, mert mi berakták a hálóságba, mert akkor még volt hálóság, de már megszüntették a hálóságyat. Még ugyanúgy mennek, azt mondják, a lopások, mert mennek a verekedések. Itten rácsoságban agyonverik a embert, meg minden agyonrugdossák, odaütik, felütik, meg ilyesmi. Olyan erőszakkal is találkoztam, hogy tetlegességgel, tehát megverték gyakorlatilag a gyereket. Nem fogadott szót, egyszerűen fogta a papucsát, és megütötte. Nem gond. Biztos van olyan intézmény, ahol előfordul, ha nem is szándékosan, véletlenül kisebb baleset. Legyen az, hogy esetleg egy lakó bántalmazza a gondozóját, és védekezésből esetleg, hogy az nem úgy fogja meg. És pont ezért szerintem, amik így a napvilágra kerülnek és bekerülnek az újságba, én nem gondolom, hogy ez teljesen hiteles.
mert tehát a médiát sem kell azért félteni, és eléggé átszabják a valóságot, és szerintem az emberek zöme ezután ítéli meg minden intézményt. Velem mi történt? Soni rácsosalba dugott, és kész. Ennyi. Senni. Ennyi, rácsosalba dugott, és kész. Ennyi. És utána ma ütöttek, amit vertek, ide a homlokon, meg ide, ide az óromba, meg minden. Óromba ütöttek, meg minden, ami létezett. Így a gyomrom vágtak, meg ilyesmi. És teljesen sován voltam. Nem adtak enni, meg minden. A nagy otthonban ott addig van étel, amíg beadják ebéd és reggeli osztáskor. Na most olyan is van, hogy ülnek egymással szembe, ugye a 20 gyerek az asztalok körül, és egymástól kilopják a husikát. Mert nincs neki, mert nem kap eleget. Leszedálják, adnak kiecőt, belenyomják a fenekedbe, és te alszol tőle. És te méges lesző, tőni fogod magadat, ütni fogod magadat, meg minden. Sose derítik ki, hogy miért nyugtalan az a gyerek, csak kapja a szedatívumokat. Amitől aztán előbb-utóbb ott ül a sarokba, és folyik a nyála, azt egyszerűbb letörölni, mint hogy végighallgatni a problémáját, meg a baját. Ez a másik, ami a nagy otthonban ugye nem igazán tűnik fel, csak hogyha odafigyelsz, hogy egyik-másik gyerek az szinte rabszolgaként dolgozik. Volt az egyik osztályon egy fiú, azt még éjjel is fölébresztették, hogyha esetleg a társa bevécézett, vagy valami, és ő neki kellett tisztába tenni, pelenkázni. Tehát még éjszaka sem pihenhetett az illető. És volt egy másik kislány, akivel Németországban voltam kirándul, és ott nyílt meg a kislány. Súlyos mozgáskorlátozott volt. És elmesélte nekem, hogy bizonyos nővéreknél alig tudott állni, de neki kellett tisztába tenni a társait, mert ő nem piszkolja be a kezit. Ezek mind erőszakok, és mind visszaélés. Azt gondolom, hogy itt az intézményben az összes lakónak sokkal több minden van biztosítva, mint egy általános vagy átlagos családban. Mert minden nap a 100 forintos csokoládé, az üdítő, a puding, a joghurt, ez minden nap biztosítva van részükre, és ez mellett még úgy mondjuk, hogy nasikat szoktunk kérni nekik, ami chips, sütemények, ilyen teasütemények, rágógumi, amelyik ugye az okosabbja szereti és igényli, tehát ők ezeket megkapják. Na most én azt gondolom, hogy ez nem biztos, hogy minden családban otthon a gyerek részére is biztosítva van, hogy a szülő ezt meg tudja venni. Ők mindig kicsik maradnak. Kicsik maradnak, még akkor is, ha már 50 éves, még mindig kicsi és gyerek. Nem tud döntést hozni, nem tanulja meg, nem tanítják meg. Ha akarna is, nem tud. Korlátok közé van zárva. Nem lehet igénye, tehát nem mondhatja azt, hogy én most ezt szeretném például enni, vagy ruhát. Hogy ő saját maga válassza ki, hogy mit szeretne. Például valamit szeretnének ők is maguknak megvenni, vagy megkapni. Hát ez egy külön tortúra, amíg beadja az ember a kérvényt, akkor amíg az elbírálásra kerül, amíg a gondozónő, vagy a gondnoka kiutalja a pénzt, mire azt akkor megvásárolják, addigra a gyereknek ötször is elmúlik a születésnapja, és azt se tudja, hogy van születésnapja. Régen sem azt mondom, hogy ők be voltak zárva, de nem volt ennyi lehetőség. Nem volt arra lehetőség, hogy gondolunk egyet, amikor jön a jó idő, és elmegyünk kirándulni. Például tavaly 30 lakót vittünk el, vittem el azról az osztályról, ahol a legproblémásabb lakók vannak, akik régen nem igazán voltak ilyen szinten megmozgatva. Akármilyen
csodálatos körülményeket biztosítanak. Mert amióta én eljöttem onnan, teljesen átalakult ez az otthon. Gyakorlatilag a régi laktanyarészt teljesen lebontották, teljesen korszerű, modern, új épületet építettek föl, ami csodálatos, nagyon szép lakószobákkal, de ugyanaz a hipószag árad mindenütt. Ugyanaz a rossz levegő jön, amiről nem tehet végül se a vezető, se a dolgozó, mert ezt a törvény írja elő, hogy ezt alkalmazni kell. Most szebb körülmények és jobb, lényegesen jobb körülmények között élnek, és egy nagyon-nagyon jó szakember vezeti gyakorlatilag az otthont, és nagyon szigorú, és nagyon nagyok az elvárásai, ami nagyon jó, de azon ő se tud változtatni, hogy a gyerekek jobban fejlődjenek, vagy több lehetőséget nem tud neki biztosítani, mert adottak a keretek. Ők azért vannak, hogy mások jól élhessenek. Gyakorlatilag talán áldozatok, mártírok. Én úgy ítélem sokszor meg. Magyarország 1998-ban vállalta, hogy 2010-re a legtöbb intézményt bezárja, és kis létszámú, a közösségtől nem elzárt lakhatási formákat hoz létre. Mindezek ellenére az elmúlt 20 évben az intézetekkel érdemben semmi nem történt. A mindenki szerint bezárandó nagy létszámú intézmények azért épülnek mégis tovább, mert sok szereplő valójában éppen ebben érdekelt. Ha az ember meglátogat egy nagy intézményt, ez általában nem nagyvárosokban működik, hanem kis településeken. A falu ebből él. A falu aktív korú népességének a jelentős része ebben az intézetben tud dolgozni. Mások élnek belőle jól, nem? Mert van egy intézmény, van egy nagy intézmény, ahova őt behelyezik, amire az állam ad pénzt, és a dolgozók bejárnak, azoknak van munkahelyük, azok megélnek belőle, föl tudják nevelni a saját gyereküket, de ő mit kap ezért cserébe? Mit kap érte? Semmit. A szenvedését. Mert van olyan gyerek, aki mondom neked, még évtizedeken keresztül sem jut ki az utcára, nem lát semmit, tehát ő csak azért van ott, hogy a dolgozóknak legyen egy munkahelyük, hogy azoknak legyen fizetésük. A helyi lakosság a kis településeken az nagy rész az intézetből élt. Vagy ott dolgozott, vagy oda volt beszállító, vagy az intézet finanszírozta
világfesztivált, vagy a tűzoltózenekart, vagy mit tudom, micsoda, szóval az, hogy nem csak hogy szervült a helyi társadalomba, hanem az egy nagyon fontos intézmény, ott minden kisebb településről beszélünk, annál inkább. Most egy intézményt felszámolnak a kitagulás során, akkor pénzforrást veszít az a település. Elveszíti a munkahelyeket a település. Az igazgató bácsi elveszíti azt a magas társadalmi pozícióját, hogy egy több száz fős fogyatékos intézménynek az igazgatója. Ez pénzt is jelent, hatalmat is jelent, presztízst is jelent. Az állam és az önkormányzatok leginkább ott hozzák létre ezeket az intézeteket, ahol gyenge a piac, és az emberek nem tudnak vállalkozni. A legtöbb intézményi férőhely a szegény, alulfoglalkoztatott vidéki településeken, főként Dél-Kelet-Magyarországon található. A városokban alig-alig találni intézeteket. Budapest gyakorlata szélsőséges. A főváros egyetlen felnőtt fogyatékosok számára létrehozott otthont sem tart fenn határain belül, hanem értelmi fogyatékosok tömegeit kényszeríti arra, hogy szülőhelyüktől akár több száz kilométerre fekvő vidéki kastélyokba vándoroljanak. Egy neve elhallgatását kérő volt országgyűlési képviselő a TASZ-nak adott interjújában így jellemezte a helyzetet. A településnek az az érdeke, hogy minél több állami munkahely legyen, és az intézetek sok embernek adnak munkát. A polgármesternek az az érdeke, hogy ezeket a munkahelyeket ne bolygassa meg. És hát a polgármesterek sokszor ott ülnek a parlamentben. Ez sajnos nem összeférhetetlen. Az intézmények megszüntetése elleni érdekek így megjelennek az országgyűlésben, ahol ezek a dolgok már a szavazás előtt elbuknak. Az önkormányzati ellenlobbi létezik, és nagyon erős. A parlament ekkor nem a fogyatékosok országos, hanem a helyi településen dolgozók megélhetési érdekeit képviseli. Ebben nem voltak pártpolitikai véleménykülönbségek, erről igazi, láthatatlan konszenzus volt mindig is. A munkahelyek elvesztésétől való félelem azonban nem feltétlenül megalapozott. A kitagolás ugyanis nem jelenteni a munkahelyek számának csökkenését, csupán helyszíneinek szétszóródását. Ha ma egy intézetben 180 lakóra 100 munkavállaló jut, az új lakóotthonokban és támogatott lakásokban is legalább ennyi segítőre lenne szükség. Bár kötelezettsége ellenére 1998 óta a magyar állam továbbra is a nagy létszámú intézmények fejlesztésére költött, főként civil kezdeményezésre számos példaértékű lakóforma is létrejött. Ezek kis létszámúak, a helyi társadalommal való együttélést és normális életet biztosítanak. A most látható lakóotthonok fenntartása egyfőre vetítve nem drágább, mint az intézeteké, sok esetben pedig ezek a lakóotthonok kevesebb pénzből gazdálkodnak. Bemutatom ezt a házat. Mi itt lakunk, Ősz utca 15-ben. Józsi reggel mosogatott. Terített. Pisti, nem látom. Felmos. Aranka este terít. Itt vagyok ebben a szobámban. Itt szoktam olvasni, tanulni, zenét hallgatok, takarítok, meg szoktam naplót írni, hittan tanulok. Istenem, hiszek benned, mert örök igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy. Ez itt szoktam szerelni, ez a én magnum, ez a én kifim, ez a én saját munkám. Itt tudok korongozni, itt tudok fülezni is. Szerelni szoktam, elmenni a boltba. A Józsika Kecskemétről került ide hozzánk, borzalmas külsővel, állandóan folyt a nyála, az óralógot még azt se törölte meg, annyira nem érdekelte semmi az égvilágon. És hát aztán ugye a bajaiak tudnának többet mesélni róla, hogy mennyi időbe tellett az, amíg ezt az életformát a bajai háznál megszokta, megtanulta, és hogy ha a régi Józsikát kellene összehasonlítani a maival, akkor lehetne csodát látni. Nekem itten sokkal jobb, ahogy itten nem vagyunk sokan, hanem kevesebben vagyunk. Meg elég sokan voltunk, ahol én voltam intézetekben. Utána több embert kellett szoknom, vagy így megszoknom meg mindent, de itten legalább már kevesebbet szoktam meg. Alapítványi házban a lakókkal azok naponta kijöhetnek az utcára, és önállóan közlekedhetnek, miután megtanultak közlekedni, és meg tudnak tanulni,
mert ez egy tévhit, hogy nem tudnak megtanulni. Tudnak egyedül busszal is utazni, akár a szomszéd városban, vagy a szomszéd faluban. Fölkelünk, utána megreggelizünk, és akkor reggel után elvégzünk a mi munkánkat, ami kell, és akkor meg utána készülődünk hát a buszhoz. És akkor meg amikor kiértünk, akkor meg szoktunk imát tartani, és akkor meg ima után el szoktuk kezdeni mindenki a munkáját csinálni. Én ezzel a gyertyákkal foglalkozok, gyertyát főzök már régóta, és a lakóthonban vagyok 11 éve, és kijárunk ide műhelybe, szokott lenni gyertyafűzés, viasztörés, gyertyaöntés, papírfestés. Két ikerfiú van adva, akik régen mind a ketten a nagy intézetben laktak, és az egyik fiú kikerült az alapítványi házba, a másik fiú bennmaradt az otthonba. Most, ha a két gyereket egymás mellé ültetjük, amit minden születésnapjukkor megcsináltunk, mert minden születésnapra kihívtuk, meghívtuk vendégségbe hozzánk a testvérét, és együtt ünnepeltük a születésnapot, akkor a vendégeink is megdöbbenve nézték, hogy a két testvér között milyen különbség van. Azt szoktuk mondani, hogy az élet és a halál. Nagy Józsefnek hívnak, 25 éves vagyok, Piriscsőről jöttem át Ikladra. Itt élek már kereken 5 éve. A szakmám hivatalosan állatgondozó és biokertészként dolgozok. Magyar hazám, megaktorom! Itt a pap Tibor a alapi. Hagyott minket. Egy csomó mindenre. Ez egy akonyogos. Hol laktál korábban? Pirisen. És mi van ott? Egy nagy kastély, a Benzvai kastély. Anyám halála után kerültem oda. És milyen itt élni? Sokkal jobb, mint Pirisen. Miért? Mert ott nem vettek ember számra, mint itt. Nemrég kerültek hozzánk ők a birkák. Gödöl, hol is voltak? Szodára hoztuk át őket, a nagy busszal. Az a házuk. Oldas, ne piszkét ösztönruhávat, légy szíves. 10 ember él itt tulajdonképpen ebben a házban. Ők értelmi fogyatékkal élők, autisták, és van, aki halmozottan sérült, legalábbis annak nevezik, de hogy igazából mi nem ez szerint különböztetjük meg magunkat, hanem hogy kinek mi a neve. Ez nem a mi házunk, ez az ő házuk. Mi itt vendégségben vagyunk, és azért, hogy segítsünk nekik. És mi vagyunk itt azért, hogy segítsünk nekik. Itt érződik, hogy tényleg nem csak az van, hogy a napi rutin, hogy megetetik, és ami még kell, tényleg az ő igényeiket kielégítik, hanem amúgy is, mintha a családban lennének. Mi már próbáltunk egyébként egy ilyen 180 személyes otthonba bejutni, 50 emberre egy éjszakás jutott, és egyáltalán az, hogy ha ő nem szerette a tévét nézni, akkor is kitolták, mert arra nem volt személyzet, nem volt, aki foglalkozzon, akkor is nézze a tévét. Tetszik, nem tetszik, akkor jön a tévét is nézze. Hát ilyen problémáim voltak nekem ezzel kapcsolatban, meg négyen laktak egy szobába, és volt, aki uralkodott a szobatársakon, és ezt senki nem ellenőrizte. Hogy papucsal vett őket, esetleg már nem hagyta őket tévét nézni, tehát ilyen is előfordult meg. Például az, nem értettem, hogy egy szülő miért nem mehet be a gyermeke szobájába hétköznap, hogy akkor csak kint lehetett beszélgetni, ha az ember lement látogatni, akkor kint üljön le, és bent volt takargatni való. Ugye nem tudtak odafigyelni, esetleg 4 fok kefére, meg hát a tisztaság, hogy nem mondjam, milyen volt egy fürdőszobába. És ilyen dolgok voltak. Ja, és az is előfordult, hogy rühesek voltak, és mindenki rühes volt, és ezt a szülőkkel elfelejtették tudatni. Úgyhogy
ilyen problémákat. És a fő szempont, ami volt, hogy ő nem érezte jól magát ott. Egy ilyen lakóotthonban személyre szabottabban lehet odafigyelni, hogy mik az igényei. És hát minden egész más, hát jobban oda tudnak figyelni, és az, hogy itt nagyon sokféle foglalkozás, hogy nem csak lógnak egész nap, hanem el vannak foglalva, és maximálisan odafigyelnek azért a személyiség jogaikra is. Bírod a tyúkszagot? Siess! Siess gyorsan! Gyorsan! Na, hogy bejöjjenek a birkák, mert aztán nem győzünk kergetni. Na, ez a belső részük. Kicsit kopazok. Elkaptam egy... Nyugi! Ő az. Igen? Szakály László és Kovács Ildikó Csömörön él, saját lakásában, úgynevezett támogatott lakhatásban. Az Egyenlő Esélyekért Alapítvány segíti őket a mindennapokban. A szolgáltatás ára havonta legfeljebb 40 ezer forint, amelynek legalább a felét a lakók saját keresetükből fedezik. A magyar állam ezt a szolgáltatás formát nem ismeri el, és nem támogatja. Mindig itt jövök ki, amikor a munkának végé, és itt szoktam kijönni. Én itt lakom, Csibő utca 5-ös. Éppen bejöttünk a házba, házak alatt területére, én itt lakom. Mindig így jövök, hogyha hazajövök. Itt tudtam kinyitni a tűzijátékra, amikor van tűzijáték. Meg is mutatom a tűzijőszobámat. Én innen szoktam a tűzijátékot nézni. Hogy itt, ja, adok, hogy kinyitni nyitni, és akkor ott van a Gerléthegy, ott van a Budai vár. Arra a ház, ugye? Most mondják, ez meg az utcára. Én kimondottan olyat akartam, hogy egyedül, hogy ne legyek összezárva több izével. Tehát kimondottan olyasmit, hogy egyedül. Ez meg kimondottan olyan, hogy egyedül is lehet lakni itt, ebbe a házba. Évvel a rendszerváltás, 13 évvel a kitagolásról szóló döntés és 7 évvel hazánk Európai Uniós csatlakozása után most már itt az ideje, hogy új választ adjunk arra a kérdésre, hogy a mi társadalmunkban hol van hely a fogyatékos állampolgárok számára. Ma magatehetetlen gyerekként tekintünk rájuk, és évente több 10 milliárd forintot költünk elszigetelésükre egy embertelen intézményrendszerben. De a lehetőség adott. Lehetnének velünk egyenrangú szomszédaink, kollégáink, és közös dolgainkban velünk közösen döntő, szabad polgárok. Jó kamera. Jó csomára. Ide mit lehet tenni ide? Hát tud egy csomó mindent be lehet dugni. Gondolom, de én is igazán értek hozzá. Én értek hozzá, jó. Tjadé! Kis tud van benne. Tjadé!